Szópárbaj következik, ahol minden csapat minden csapattal összeméri a tudását. Kezd az 1-es, 4-es, utána 3-as, 5-ös, aztán 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 2-es, 5-ös, 1-es, 3-as, 2-es, 4-es, 1-es, 5-ös, és 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös. A zsűrinek nem lesz könnyű dolga, mert ugye minden vita meghallgatása után hozza meg a döntését. A borítékban a téma mellett van két szerep. Ezt a szerepet kell betölteni, tehát nem azt, hogy neked melyik tetszik, egyetértesz vagy nem, hanem a szerep szerint kell majd érvelni, jó? Így lesz A és B szerep. Indul a 4 perc az 1-es és 4-es csapatnak. Kérem szépen akkor az 1-es és a 4-es csapat képviselői. Tehát a témánk mi is? Az utasbiztosítás. Utasbiztosítás. Te mit szólhatsz? Én azt, hogy miért érdemes utasbiztosítást? Pedig ellene vagyok. Hogy miért nem? Jó. Tessék. 2 perc áll rendelkezésre. Hello. Elsősorban szeretném azt mondani, hogy nyilván mindenkinek egy fontos élmény a nyaralás, és ha ezt külföldre tesszük meg, akkor nem árt, ha óvatosak vagyunk, hiszen bármikor bármi történhet velünk, akár egy kisebb megfázás is tönkreteheti a nyaralásunkat, és akár komolyabb baleset is érhet minket, ezért mindenképp javasolnám mindenkinek, hogy kössön feltétlenül utasbiztosítást. Igen. Ezzel így alapjáraton egyetértek, csak mint azt tudjuk, egy utasbiztosítás az nem éppen olcsó mulatság, főleg, hogyha a nyaralás már önmagában, teszem azt, egy távolabbi külföldi helyre megyünk nyaralni, akkor az utasbiztosítás az drágább, ugye arányosan ahhoz képest, hogy hova megyünk. Meg persze, aki nem olyan magas jövedelemmel rendelkezik, mint mondjuk valaki, aki tehetősebb, az nem biztos, hogy 100%-ban utasbiztosítást fog választani, lehet, hogy más biztosításfajtákat fog kötni ilyen esetben, esetleg többet is. És mi a véleményetek? Én síelni szeretnék. Van erre valami tippetek a biztosítással összefüggésben? Hát természetesen például síelés közben igencsak gyakoriak a síbalesetek. És ugye említetted... Ismersz, jól látom. És ugye említetted, hogy a biztosítás drága alapjáraton. Ezzel vitatkoznék, ugyanis rengetegféle ajánlat van a piacon, és ezek többnyire elég kedvezőek. Síelés tekintve például Szlovéniában nem olyan drága a biztosítás tekintve, hogy közel van, és ha mondjuk a Dunántúlra megyünk, az úti költség sem túl vészes. Viszont egy síbaleset után mondjuk egy kificamott bokát helyre tenni, akár egy komolyabb kórházi ellátásban részesülni, meglehetősen költséges biztosítás nélkül. Igen. De viszont aki nyaralni megy, az tudatában van a veszéllyel, és ilyenkor az emberek általában jobban vigyáznak magukra, és hogyha a sís példát vesszük alapul, akkor egy olyan ember, aki középszinten vagy akár kezdő szinten tud síelni, nem fog először a piros pályákra menni, hanem először a kezdő pályákon fog gyakorolni, és aztán talán. És ezért jelentősen csökken a kockázata annak, hogy baleset éri. Köszönöm szépen! Mikrofont helyezzétek vissza. Zsűri edzetelt, az 1-es és a 4-es csapatunk vitatkozott. És kérem szépen... A 3-as és 5-ös csapat vitapartner 9-es témában. Fontosnak tartom, hogy a pénzügyi és a gazdasági műveltséget a középiskolákban fejleszik, mivel ezáltal később sokkal tudatosabb fogyasztókká válhatunk felnőtt korunkban. Így nem lesznek idegenek akár a bonyolultabb szerződések kitöltése és a felmerülő pénzügyi problémák megoldása. Én azzal egyetértek, hogy valóban a pénzügyi és gazdasági műveltségét fejleszteni kell a diákoknak. Viszont én úgy gondolom, hogy ezt nem feltétlenül a középiskolai órák keretében kéne megoldani, hanem például szakkörszerűen iskola után. Ez azért gondolnám, hogy egy jobb megoldás, mert ide csak az a diák fog elmenni, akit érdekel, és így kisebb csoportokban tudnák tanulni, és akit nem érdekel, az sem húzná vissza a többit. Viszont ezeknek a kisebb csoportoknak pont ez a hátránya, hogy így nem jut el mindenkihez. Tehát, hogyha ez csak szabadon választható, akkor pont ami ennek a lényege, hogy mindenki tudatosan gondolkodjon, illetve a későbbi életében jól hozzon döntéseket, ez így nem történne, és számtalan példán keresztül láthatjuk, hogy ahol már középiskolákban oktatják ezt, a gazdaság sokkal sikeresebb, ilyen például Japán és Németország.
Viszont, hogyha itt Magyarországon a kötelező órák közé ezt a plusz tárgyat betennénk, az tényleg nagy túlterheltséget jelenteni. Így is rengeteg órájuk van a diákoknak, nagyjából 40 óra egy héten, ami nagyon sok. Igen, lehet, hogy sok, de viszont akkor vannak olyan órák, amik mondjuk annyira nem fontosak, és ezek helyére be lehetne rakni. Vagy nem az, hogy nem fontosak, csak mondjuk egy énekóra helyett lehetne akár egy ilyen is. Azért én azt mondom, hogy ez teljesen szubjektív, hogy az órák mennyire fontosak. Lehet, hogy valakinek fontosabb egy énekóra, mint egy gazdasági óra. Viszont, hogyha már gyerek vagy hát kisebb korunkban megtanuljuk, hogy hogyan is kell bánni a pénzzel és ezekkel a helyzetekkel, akár gyermekeinket is tudatosabbak. Az viszont a szülők dolga, hogy kisebb korukban megtanítsák. Köszönöm szépen. Egyes, kettes. Egyes és kettes csapat érkezik. Melyik a témátok? Én a babakötvény ellen fogok érvelni. Nos, véleményem szerint, illetve ugye, mint tudjuk, a babakötvény 18 éves korig nem lehet hozzá. 18 év alatt nagyon sok minden megtörténhet, közben jöhet egy fontos műtét esetleg, egy egészségügyi probléma, vagy akár egy pénzügyi probléma is a családban, és ez az összeg, ami a babakötvényben van, ezt nem tudod felhasználni, illetve a család nem tudja felhasználni. Rendben, én a babakötvény mellett érvelek, és egyetértek, amit mondasz, de azt gondolom, hogy hogyha van arra lehetőségünk, hogy évente félrakjunk a babakötvényt, tudjunk befizetni, akkor ezt is ki tudjuk fizetni. És 18 éves korban, amikor ki lehet venni, akkor ez rettentően jól tud jönni a továbbtanuláshoz, és annak a költségek fedezésére, és esetleg ezzel is kiválthatjuk meg a diák hitelt. Igen. Azonban, ha esetleg egy államcsőd lépne fel, akkor a babakötvényt, illetve a pénzt, azt nem fogod tudni kivenni. Így a 18 éves spórolásod konkrétan a semmibe vesz, hiszen az állam leköti az összes pénzt. Igen, de azt gondolom, hogy manapság ebben az alacsony hozam környezetben a babakötvény rettentő jó befektetés, hiszen 5%-os a hozama, ez aránylag magasnak mondható, illetve ugye állami garancia is van rá, és jó a hozam kockázata is. És fix kamatozású, ez a kiszámítható és biztonságos. Úgy vélem, hogy a biztonságossal nem értek teljes mértékben egyet. Nem is a biztonságossal, a kedvezővel. Hiszen azért az 5%-os kamat, még ha az elején jól is hangzik, és tényleg azért az nem olyan sok. És úgy hiszem, hogy vannak kedvezőbb megoldások is. És... Köszönöm szépen! Nagyszerű volt, a 3-as-4-es következik. Melyik témában? Egészségpénztár vagy gondoskodás, és ez hányas? Ez a 10-es téma. 10-es téma. Először is szeretnék arról beszélni, hogy az állami egészségügy nagyon sok mindenre kiterjed, nagyon sok mindent fedez, illetve ugyanezt kevés család engedheti meg magának a külön egészségpénztárokról beszélve. Mindenképpen egy nagyon-nagyon jó lehetőség ez az állami egészségpénztár, igen. Egyetértek önnel, viszont az egészségpénztárak kiegészítőnek is tökéletesek, mivel magánorvoshoz szeretne fordulni a beteg. Ez esetben ez egy jó megtakarítási forma is, és egészségtudatos. Továbbá kiemelendő még, hogy az állami egészségügy nagyon túlterhelt, tehát hogy több heteket, hónapokat kell várni egy műtétre, és magánklinikákon ez hamarabb elvégezhető. Illetve kisebb befizetések esetén is nagyon jó tartalék képezhető az egészségpénztárakban. Továbbá adókedvezmény jár mellé, ami 150 ezer forint, illetve még ez 20% a befizetések után. A magyar gazdaság ismeretében mi a véleményed erről, hogy ennyire képesek vagyunk önmagunkról gondoskodni? Én úgy gondolom, hogy igen. Egyrészt a magyar nép egy nagyon egészségtudatos nép, hogyha tényleg valóban esetleg ilyen betegségei vannak, amivel számol, akkor tényleg köthet egészségpénztárra, de úgy gondolom, hogy alapesetben ez nem szükséges, teljesen elég az állami egészségpénztár. Természetesen egyetértek egy részben önnel, viszont kiemelendő még, hogy az vannak OEP által nem finanszírozott szolgáltatások, termékek, amiket megvásárolhat. Köszönöm. Nagyszerű volt, és akkor... Kettes és az ötös következik. 6-os téma.
hogy kilépünk az Unióból, igen vagy nem? Nos, én amellett szeretnék élverni, hogy az EU-ból nem kellene Nagy-Britanniának kilépnie, hiszen érveik szerint ők a legnagyobb befizetők, ezért ez az egyik oka, amiért ki szeretnének lépni, de a közös piac akkora értéket jelent, hogy ez pénzben nem kifejezhető értéket képvisel. Számos racionális gazdaság, illetve politikai ok szól amellett, hogy a britek lépjenek ki az Európai Unióból. Nyilván ennek függvényében hozták meg a döntésüket. A többek között a nagyhatalmi léthez szokott britek a nemzeti szuverenitásuknak a sérüléseként értelmezik sok esetben az Európai Uniós tagságot, valamint a nettó befizető lét miatt nagyon sok brit gondolhatja úgy, hogy tulajdonképpen elpocsékolják az ő adópénzüket, és sokkal hasznosabban is fel lehetne használni azt, amit például kelet-európai országok felzárkózására fordít az Európai Unió. Nemzetközi viszonylatban mit jelent ez a Brexit, mondjuk Anglia számára? Ugye itt Nagy-Britannia cégei függnek a folyamatos kereskedelemtől, és azáltal, hogy vámhatárokat vezetnek be például a Brexit után, mert ugye Nagy-Britannia EU-s tagként került be a World Trade Organization-be, ezért megszakadnak ezek az értékláncok, és nagyon kérdéses, hogy ezután hogy lehet ellátni a brit gazdaságot, hiszen például rengeteg cégnek beszállítói ezek a kelet-európai országok, amiket Nagy-Britannia befizetéseivel tulajdonképpen támogat. Ugyanakkor nagyon sok polgár az Egyesült Királyságban úgy értékeli az Európai Uniónak a szabad munkaerő áramlásra vonatkozó elképzeléseit, hogy így az Európai Unió periféria országaiból nagyon sok gazdasági bevándorló érkezik, akik például elvehetik a munkát a britektől és hatással. Még egy mondatot szabadít tőled. Ezáltal elapad a humántőke, ugye tudjuk, hogy az angliai egyetemeken közel 50%-a a diákoknak nemzetközi diák, és Anglia nagyon sokat élvezett abból, hogy a jó humántőke odaáramlik és fejleszti az ő gazdaságukat. Köszönöm szépen! Egyes, hármas hitelkártya az a egyes téma. Tessék! Hármas mellette hitelkártya, alkalmazzuk, ne alkalmazzuk. Én úgy gondolom, hogy a hitelkártya ez egy nagyon hasznos dolog lehet, mert nagyon sokan még a fizetésük megérkezése előtt kifutnak a havi pénzükből, és hogyha esetleg akkor jön egy váratlan kiadás, ami esetleg nagyobb, mint amit tudnának fizetni, akkor abban nyugodtan fizetni is tudják, és utána, hogyha időben visszafizetik, akkor nem is kell kamatot fizetni rá. Ebben teljesen igazad van, viszont ami a legnagyobb szerintem hátránya a hitelkártyák, de egyáltalán a kártyás fizetéseknek is az, hogy nagyon könnyen visszaélhetnek vele. Tehát ha például elhagyod a hitelkártyádat, és ugye PayPass rendszerrel tudsz fizetni, akkor 5000 forintig nyilván akárhányszor felhasználhatják adatok nélkül. Tehát nem kérnek például kódot hozzá, és amennyivel elveszed és levisznek mínuszba hó elején például, akkor ezt a kamatot egész hónapban fogod fizetni, és ez hatalmas kiadás jelent neked. Ez így igaz, viszont a betéti kártyát is könnyen ki lehet így használni, hiszen 5000 forintig addig is PIN-kód nélkül lehet fizetni, szóval hogyha egy NFC-s kártyával fizetünk, akkor ott is ugyanúgy 5000 forintonként leszedhetjük róla a pénzt. Ebben megint csak igazad van, viszont ebben az esetben nem vehetnek fel hitelt arra a kártyára, amennyi. Mi a véleményetek? A hazai kultúrában mennyire illeszkednek bele ezek a kártyás ügyletek? Vagy ez hogy befolyásolja a véleményeteket? Hát engem elsősorban annyi van, hogy a költések megugranak, szerintem. Ugyanis ha készpénz áll rendelkezésedre, akkor könnyebben látod, hogy mennyit költöttél és mennyit költhetsz még, mint sem, hogy az adatokat hívd le a bankból minden egyes alkalommal. Igen, de hogy látod? Viszont én úgy gondolom, hogy a hitelkártya is okozhat egy bizonyos pénzügyi tudatosságot, hiszen hogyha sokszor kifutunk a pénzünkből, és sokszor kell hitelkártyát használnunk, utána lehet, hogy jobban meg fogjuk gondolni azt, hogy később mire fogunk költeni, és hogy hogyan osztjuk be a pénzünket. Lehet, viszont alapból ott, hogyha sokszor használunk hitelkártyát, akkor már alapból nem vagyunk pénzügyileg tudatosak. És ez a tendencia jó eséllyel csak romlani fog, minél többet alkalmazkodunk, használjuk a hitelkártyánkat, hiszen ott van kényelmes alternatívaként, amennyiben nem áll pénz rendelkezésünkre. Köszönöm szépen! Kettes, négyes következik csapatunk, csapataink. Hányas témában? Hetes témában. Húzták. És mi is ezt emlékeztessük egymást. És a zsűrit, mi az álláspontotok? Nekem az az álláspont, ami az e-banking szolgáltatást érveljek. Én pedig mellette szeretnék érvelni. Parancsoljatok!
Szóval az egyik legfőbb gond az e-banking szolgáltatással, hogy nagy a kockázat az adatlopásnak. Az elmúlt időben rengeteg hacker támadás történt a világban, és ezzel több millió ügyfélnek a banki adatai szivárogtak ki. Ennek elkülönés érdekében hozták létre az EU-s GDPR törvényt. Én úgy gondolom, hogy ugyan ez tényleg egy magas kockázattal járó téma, viszont valljuk be, hogy van igencsak sok érv, ami emellett szól. Tekintsük azt, hogy mikor is használtak először papírpénzt a középkori Kínában. Azóta eltelt egy pár év. A digitalizáció korát éljük, nagyon-nagyon sok minden lesz digitális, otthonról kezelhető. Miért ne fizetnénk otthonról? Miért járkálnak? Miért pazarolnánk pénzt tömegközlekedésre? Vagy miért töltenénk az időnket egyáltalán ezzel? Teljesen mindig igazad van az, hogy manapság a interneten intézünk mindent otthonról, de viszont vannak olyan szociálisan hátrányos térségek, ahol az embereknek nincs lehetőségük internet szolgáltatás előfizetni, és ezzel őket szociálisan diszkrimináljuk. És azt mondhatod, hogy ugye tömegközlekedésre is kell költeni, de azt se felejtsük el, hogy a bank ezért költséget számolnak fel az ügyfeleknek. Értem. Nos, pontos adataim nincsenek róla, de Magyarországon igen sok embernek van mobil internet kapcsolata otthon, vagy akár a telefonján. Ez manapság nem egy hatalmas nagy akadály, és nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan, nagyon átláthatóan le tudja vezetni ezt a tranzakciót. Igen, de az idősek számára ez sokszor csak bonyolultnak tűnik, és elvesznek a szövegtengerben, és nem tudják, hogy egyszerűen hova kattintsanak. Nagyon-nagyon sok bank oldala. Köszönöm. 1-es, 5-ös. Ugye? 1-es, 5-ös. Mi a téma? Külföldi tőkepiac befektetés mellett érvelni. Igen. És hányos ez? 6/2. 2-es. Parancsoljatok. Szóval én a külföldi tőkepiac befektetés mellett szeretnék érvelni, mivel ugye ezek a devizák, ezek sokkal stabilabbak, illetve az országok rengeteg lehetősége áll számunkra. Én azt megcáfolnám, hogy a devizák sokkal stabilabbak, mert hogyha visszatekintünk a 2008-as devizaválságra, az egy nagyon jó példa arra, hogy nem mindig éri meg befektetni külföldre, vagy külföldre. És hogyha például itthon van saját vállalkozásunk, akkor tisztában vagyunk azzal, hogy az itthoni adórendszerek hogy működnek, és a törvények hogy működnek, az a lényege. Szóval kevesebb eséllyel rontunk el valamit, vagy csinálunk olyan dolgot befektetésekben, amit például a jogszabályok tiltanak. Mit szólsz arról a vegyszéről, amit itt emnek? Igen, ez így igaz, de mint tudjuk, a tőkepiac az alapból egy kockázatosabb befektetés, viszont magas hozamot érhetünk el. Szóval, hogyha már a globális világgazdaság egyre kevésbé szabályozza ezt, hogy hol fektessünk be, akkor miért ne választanánk azt, hogy több a lehetőség és többet nyerhetünk vele? Hát én például azért nem választanám, mert hogyha például itthon fektetünk be, akkor esélyünk van az állami támogatásra, mert avval, hogy a mi országunkba fektetünk be, ebben a saját, most a hazai gazdaságunkat lendítjük fel, és ez mind számunkra, a befektetőknek és az államnak is egy plusz pont. És még az, hogy te is része vagy a gazdaságnak, szóval ilyenkor pályázati lehetőségeket, szóval pályázatot is nyerhetsz, pályázhatsz akármilyen dolgokra, hogy mert az állam támogatja. Igen, viszont hogyha azt nézzük, a hitelminősítők is egyre pozitívabban értékelik ezeket. Ez igaz, de én szerintem azért is. Köszönöm szépen, ügyesek voltatok, parancsoljatok. Azt kaptuk, hogy sikeres vállalkozó hogyan fektesse be 200 millió forintját. Szerintem egy kiegyensúlyozott, diversifikált portfóliót kéne ehhez létrehoznia, mivel hatalmas összegről van szó, ezért már kis kamatok is nagy összeget jelentenek, tehát mondjuk 1%-os hozam is már 2 millió forint nyereséget eredményezhet, és nagyon rossz lenne, hogyha 200 millió forintjából nagyobb százalékot elbukna esetleg. Igen, ez ebben igazad van, viszont dinamikus stratégiák közé tartozhat például a kockázati tőke alapok, amik kevésbé konvencionális befektetések,
és ugye ez a befektető már törvényileg neki lehetséges, hogy ilyen befektetési alternatívát válasszon, ezzel neki lehetőség nyílik nem csak jobb hozamot találni, hanem fiatal vállalkozókat is támogathat azáltal, hogy tőkét ad nekik, és ez számára sokkal lelkileg is kifizetődővé válhat morálisan. Igen, ezt teljesen meg tudom érteni, viszont hogyha az a lelkes vállalkozó esetleg befutcsolná a cégével, akkor nagyon nagy befektetéseket bukhat el a befektető, és esetleg ezen a 200 millió forinton a vállalkozásának a jövője múlhat, hogyha mondjuk esetleg valami váratlan költség adódna, akkor valami likvid tőkére van szüksége, amiből ezt a váratlan kiadást fedezheti. Szerintem még a dinamikus stratégiákhoz egyébként, a dinamikus portfóliókhoz sorolhatjuk az újabban megjelenő kvantitatív alapokat, amelyek tőzsdén kereskednek például részvényekkel, és mostanában ezek folyamatosan mutatják, hogy jelentős többlethozamot tudnak biztosítani hosszú távon, és azáltal, hogy ilyen portfóliót választ, a piaci benchmarkok fölött jóval, piaci benchmarkokat meghaladó többlethozamot érhet el a befektető. Igen, ezt megértem, de mint tudjuk, ugye pénzügyi területen a nagyobb hozam mellé nagyobb kockázatvállaló készség is társul, ezáltal, hogyha nagyobb hozamot is érhet el, ezért nagyobb veszteséget is realizálhat. Köszönöm. Köszönjük szépen. Négyes, ötös, és ha nem tévedek, a négyes téma. A személyi jövedelemadó internetes bevallása, vagyis online bevallása mellett kell, hogy érveljek. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó módszer, és leegyszerűsíti mindkét számára ezt az adóbevallást. Egyrészt ez egy felnőtt ember számára is több napos, több órás művelet, nagyon sokáig kell ezt csinálni, nagyon bonyolult, és én biztos vagyok benne, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal számára sem egy nagyon egyszerűen könyvelhető folyamat. Ugyebár azt is meg kell, hogy említsem lévén, hogy ránk ez vonatkozik, hogy a határon túliak is így sokkal egyszerűbben tudják bevallani adójukat, és sokkal gyorsabbá teszik ezt a műveletet. Én itt azt szeretném felhozni, hogy szerintem a több nap az egy erős túlzás erre a folyamatra. Egy átlag ember számára ez viszonylag gyorsan lezajlhat élőben is, és ilyenkor személyes tanácsadást is igénybe vehet, tehát kisebb az esélye annak, hogy valamiféle hibát vét az adóbevallásában. És hogyha online végzi ezt, akkor előfordulhat, hogy kevésbé veszi komolyan, kevésbé figyel oda, és nagyobb valószínűséggel kerülnek bele hibák, amiket viszont nehezebb javítani, mint hogyha... Hogy látjátok az adómorált? Mennyire befolyásolhatja ez az intézkedés? Hogy esetleg könnyebben lehet bevallani? Úgy gondolom, hogy ez jelentősen befolyásolja, és a bevallása egy... az online bevallása egy igen szükséges folyamata az ország jól való működésére. Gondolom, hogy fontos megemlíteni azt, hogy az online bevallásnak megvannak a veszélyei is. Például, hogyha nem kellően biztonságos internet kapcsolattal rendelkezünk, akkor fennáll az adatlopásnak is a veszélye, és ezek ugye nagyon érzékeny adatok, amiket egy adóbevallásban közlünk. És ez egy komoly veszélyt jelenthet. Én úgy gondolom, hogy még ezzel a veszéllyel számolva is igen nagy előnnyel jár ez az online adóbevallás, lévén, hogy egy alkalmazásról van szó. Köszönöm szépen. Hát nagyot szusszanhatunk. Egyik legnehezebb feladat volt ez. Egy rövid értékelést köszönöm. Azt gondolom, hogy van még egy-két olyan terület, amiben érdemes egy kicsit jobban elmérni. Ezek azért nem annyira specifikus kérdések, és érdemes lett volna egy picit jobban megvizsgálni az érvelésnél azt, hogy ennek milyen gazdasági hatása van, vagy milyen pénzügyi hatása van. Nagyon sokszor a technikai kérdésekre fókuszáltatok, és kevésbé arra, hogy egyébként ez az ügyfél vagy a felhasználó szempontjából milyen pénzügyi hatással jár. Úgyhogy erre hívnám fel a figyelmet, összességében szerintem ez egy nagyon érdekes és jó gyakorlat volt. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ritkán hallható közéletünkben hasonlóan intelligens vita. No comment. És akkor kérem tisztelettel a zsűritől a pontszámokat. Ha megvan az összpontszám, sokkal egyszerűbb. Akkor megvárjuk, hogy még összegzi a tisztelt zsűri. A villámkérdések eredménye is megvan. Egyes asztalunk 6 pontot szerzett ebben a játékban. A falutcai rókák 10-et, a kassaőrök 5-öt, ugye minden jó válasz 1 pontot ért,
a magvetők 8-at és a mindarany 7-et. Az egyes csapatunk 22-t, a kettes 28-at, a hármas 33-at, a négyes 23-at, az ötös 32-t. Következik a történelem. Minden csapat kap egy forrást, itt ennek segítségével meg a saját kútfőből el lehet dönteni, hogy a feladatlapon lévő megállapítás az vajon helytálló-e, vagy sem. Ha helytálló, akkor a táblázatban az erre vonatkozó rubrikát üresen lehet hagyni, sőt kell. Ha viszont úgy érzi a csapat, hogy az abban foglalt megalapítás téves, annak javítására két változat áll rendelkezésére, egy A és egy B. Ennek megfelelően kell majd a táblázatban bejelölni ezeket a bizonyos jeleket X-el. Oda, ahova ebben a táblázatban értelmesen voksoltok. Minden csapat 4 darab pénzérmét megkapott a kollekcióból, ami egyrészt a forrásokkal segíti az eligazodást, mégpedig oly módon, hogy tessék figyelembe venni, hogy mindezek valamilyen válságos helyzethez kötődnek. Legyetek szívesek, tehát ide a szakértői asztalhoz hozni a feladatlapot. Megkérem túl Csabát, ugye a múzeum csodálatos kincsei közül láttunk is szemmelvényeket. Elmondtam, hogy 4 válsághoz kapcsolódó, a 14., 16., aztán a 19. és végül a 20. század egy-egy válságához kapcsolódó pénzek. Nem furcsa ez, hogy pénz a válságban? Hát igen, pénz az mindig is volt, már 2500 éve az egész világban, és most megpróbáltunk olyan pénzeket kiválasztani, amelyek kapcsolódnak ezekhez a válságokhoz, egy kicsit áttételesen, és ezzel is segíteni azt, hogy ismerjük meg azokat a pénzeket, amikor annak idején fizettek az emberek, ne csak a gazdaságtörténeti folyamatokkal, hanem ezeknek a tárgyi manifestációjával is, tehát hogy milyen pénzek voltak azok, amikor ezek a válságok létrejöttek. Az egyik pénz, hát remélem mindenki sikeresen meghatározta ezeket a pénzeket, az első pénz egy firenzei aranyforint volt, amelyet 1252-től egészen a 18. századig ugyanolyan minőségben, méretben, illetve éremképpel verettek. Ennek egyik oldalán van a firenzei aranyfor, a firenzei lilium, mint a város címere, a másik oldalon pedig keresztelő Szent János, és azt tudni kell, hogy erről a forintról, eredeti olasz nevén Fiorino d'Oro, tehát arany lilium, erről a pénzről kapta majd később a magyar forint is az elnevezését. A másik ilyen pénz volt egy amerikai ezüst dolláros, amelyet 1794-től kezdtek el verni, csak érdekességképpen a világon a aukción dokumentáltan a legdrágábban eladott pénz egy 1794-es amerikai $1, az első amerikai ezüst dollár, ami 10 millió dollár fölötti leütési árt ért el. Hát ezek a pénzek, az amerikai dollárok, amiket körbeadtam, ezek kicsit későbbiek, és sajnos nem érnek 10 millió dollár darabonként, sőt még együttvéve se. Aztán láthattak egy holland guldent, egy 2,5 guldenest, mint ugye azt szoktuk mondani, hogy egészen az euró bevezetéséig Hollandiában a holland forint volt forgalomban. Ez egy kicsit ferdítés, hiszen olyan, hogy holland forint soha nem létezett, náluk gulden volt, ami ugyanaz, mint a magyaroknál a forint, csak ugye a német név átvételével, német nyelvű elnevezéssel hívták guldennek ezeket a pénzeket, de ez is, ami eredetileg aranypénz volt, aztán később ezüst pénzként élt tovább, és ez egy 2,5 guldenes volt 19. századból, ami gyakorlatilag a tallérok értékének felelt meg. És a negyedik pénz pedig egy magyar 1 forintos volt. Ugye tudjuk, hogy eredetileg a magyar forint az az aranyforint volt, tehát egy arany címlet volt. Aztán később az ezüst pénzeket értették ez alatt. Tehát gyakorlatilag 1325-től, amikor elkezdték az első aranypénzeket verni, egészen 1946-ig, amikor bevezették a mostani fizetőeszközt, a forintot, gyakorlatilag a magyar köztudatban, a magyar pénzhasználatban végigélt a forint elnevezés. Ezt a típusú forintot, amin ugye egy címlettel látszik, ugye nagy ezüstpénz, ezt 1892-ig bocsátotta ki Magyarország.
Köszönöm szépen, nagyszerű. Gondolom a másik 2001 néhány érvet is érdemes megnézni. De csak annyiban szeretnék pontosítani, ugye, hogy az éremtár, ahol én is dolgozom, és amelynek a gyűjteményéből most főhoztam ezt a 20 darab pénzt, ugye az a Nemzeti Múzeum egyik legfontosabb alapgyűjteménye, amikor 1802-ből Széchenyi Ferenc megalapította a múzeumot azzal, hogy a nemzetnek adta a könyvtárát. Ebben az időben, a 18.-19. században minden főúri könyvtárnak elengedhetetlen tartozéka volt egy numizmatikai kabinett, tehát egy éremgyűjtemény, és ekkor került a múzeumba ez az alapgyűjtemény, de most már egy kicsit több ennél, néhány ezer darabnál, most már közel 400 ezer példányjal büszkélkedhetik a Nemzeti Múzeum éremtára. Bravo, gratulálok! Köszönöm szépen, Csaba! Nézegessétek, mert ritkán van ilyen pénz az ember kezében. Történész szakértőnk még dolgozik, addig elmondok egy jó hírt a pécsieknek. Zsűri gondosan átszámolt mindent a vitáról, és találtak még 2 pontot nektek, tehát 24 és nem 22 az a pont. Mindennek lehet jelentősége, nem tudom ugyan, hogy befolyásolja ez most az állást. Minden esetre jelen pillanatban ugye az 5-ös asztalunk 38 ponttal, 134 pontos kecskeméti asztal előtt. Hát, még van bőven pontszerzési lehetőség, és mindjárt ugye a történelmi játékunkkal is. Amíg ennek a javítása zajlik, addig mi azért úgy érzem mehetünk tovább, hiszen repül az idő, és a következő játékunk az mindjárt a gyanakodj. Kérem, a csapatoknak az erőbeosztása is fontos lesz. Minden csapat 2 szöveget kap hészhez, egyre még ne bontsátok ki, majd rajtra lehet elkezdeni a munkát. Mindegyikben van 5-5 félrevezető vagy téves információ, tehát összesen 10 ilyen hiba. Ez azt jelenti, hogy a csapatnak be kell osztani az erejét, mert itt is egy A és egy B feladatlapunk is lesz. Megtehetitek azt, hogy mind a 4-en dolgoztok 6 percig az egyiken, és aztán mind a 4-en 6 percig a másikon, de arra vigyázzatok, a 12 perc szigorú, tehát ki lehet csúszni az időből, hogyha az elejére túl sokat fordítottatok. Tehát mondom még egyszer, mindegyikben 5-5 félrevezető, egy téves információ szerepel, így aztán mindegyik megtalálásért 1 pont, a hiba javításáért egy másik 1 pont jár majd, tehát összesen 20-at lehet szerezni ebben a feladatban is. Kérem szépen, akkor a feladatok ott vannak minden asztalnál, világos a teendő, tehát osszátok be az erőtöket, 2 feladat is, 2 szöveget is boldogulni kell, mindegyikben 5-5 tévedés és javítás lehetősége van. Akkor innentől pedig a gondolkodás időnk 12 perc rajta. A szöveg sajátosságokban látjátok majd, hogy melyik az, ami meg kell találni, hogy kell indokolni ezt a gondotokat, amit gyanakvásotokkal megtaláltok, a másiknál pedig ki kell javítani az új szöveget. Tehát az indoklás ér majd az egyiknél a megtaláláson kívül egy-egy pontot, a másnál pedig a javítás, tehát így hiba találatért lehet 5-5-5-5, összesen 20-at szerezni. Vendégeknek mondom, akik ilyenkor nem sokat tudhatnak, csak egy jelzésül, az A-szöveg az egy biztosított társaság és ügyfél kapcsolatával foglalkozik, a másik pedig egy tőkemény és új befektető bevonásával téma lesz, hát ezekben a dokumentumokban keresnek a csapatok javítani, illetve helyesbíteni valót. Tehát az A lapon ne próbálj javítani, csak magyarázni kell. A B lapon viszont ott javítani kell, és a javítást is le kell írni. Kérem szépen a zsűrihez hozzátok a gyanakodj feladatnak a feladatlapjait. És hát adósok vagyunk, ide a zsűrihez légy kedves, adósok vagyunk ugyebár, hát egyrészt egy pontszámmal már a történelmi pénzügyekből, ezt el is mondom, és kérem dr. Horváth Ilona kutató tanár történész szakértőnket, hogy mondja el a megfejtésünket. Ugye, az egyes asztalunk 8 pontot szerzett a történelmi pénzügyekben, a 2-es asztal 10-et, a 3-as 10-et, tehát 8, 10, 10, a 4-es asztal 6 pontot, és az 5-ös 10-et. És akkor kérem szépen, hogy fejtsük meg
ennek a négy válságnak a tanulságait. Szóval. Hát én mindenek előtt gratulálni szeretnék a mindazott csapatnak, hiszen ez egy nagyon összetett feladat volt, nagyon sokféle ismeretet és képességet is feltételezett a jó megoldás, és ezért jól oldották meg mindnyájan a három kiemelkedő 10 pontos megoldást. És nagyon gyorsan mondom akkor a megoldást. Tehát ugye az egyes, az a 14. századi gazdasági válsághoz kapcsolódott firenzei, konkrétan firenzei válsághoz, és az egyes megoldás, vagy az egyes feladathoz tartozó megoldás, hogy a textiliparból származó nyereséget pénzügyi vállalkozásokba fektették a cégek. A második ugye gyakorlatilag egy szövegértés volt, mert hiszen a szöveg tartalmaz, hogy az angol királynak adták ezt a bizonyos, hát vissza nem kapott hitelt. A harmadik, az pedig hát már Tóth Csaba beszélt róla, és lehetett látni is a pénzérmén, ugye a lilium, ugyanúgy, ahogy a magyar forintot is a lilium díszítette. A második a 1632-37-es tulipán buborékhoz kapcsolódott, ez a holland tulipánhagyma, mondhatjuk válság volt. Ehhez kapcsolódott, hogy az első feladatban, ugye itt határidős kereskedelemről volt szó, szóval egyébként ezt szinte mindenki jól megoldotta. A másik az meg egy egyszerű számítási feladat volt, lehetett látni a táblázatban, hogy 12-szerese volt a tulipánhagyma. Egy picike tulipánhagyma ára gyakorlatilag a 4 tonna búza árának, tehát hihetetlen különbség volt a tulipánhagyma és ténylegesen annak értéke között. Tulipánhagyma ára és annak értéke között. A hármas, ugye az euró volt a helyes, szintén mindenki jól válaszolt, és akkor a következő az az 1873-as gazdasági világválsághoz kapcsolódott. Itt az egyes feladat, jelzálog hitelpiac volt, szintén úgy láttam, hogy tudták a helyes megoldást, és ugye ebből fúvódott fel az ingatlan buborék a második feladatban, és ezért hasonlított egy kicsit, és szokták hasonlítani az 1707-1708-as válsághoz. A hármas feladat pedig természetesen forint, hiszen hát forintban vehette föl. Ugye akkor a Magyarország valutája ugye a forint volt. 1929-33-as gazdasági világválsághoz kapcsolódó egyes feladat, ez megint csak egy a diagramból jól látható volt, hogy felére esett vissza az ipari termelés indexe az USA-ban és Németországban, és akkor gyakorlatilag Keynes, illetve a New Deal-hez kapcsolódott, a teljes foglalkoztatást javasoltak Keynes, és azt valósították meg a New Deal-ben, és az utolsó pedig, hát 50 milliárd amerikai dollár volt, tehát ilyen hatalmas volt a vesztesége gyakorlatilag a New York-i tőzsdének. Köszönöm szépen! És akkor a bizonyos gyanakodnak, amíg a zsuri dolgozik, mi is lenne a tanulsága. Az első anyagban szerepelt az ügyfél nevét, címét az NMB központi adatbázisából kapta meg. Hát nincs ilyen, kérem szépen, személyem észrevettétek többen. Átnézve az ügyfél jelenlegi életbiztosítási szerződését, az ügyfelek biztosítási szerződésének adatai biztosítási titkot képeznek. Tehát itt volt egy kis bibi, hogy itt egy ilyen információ volt. A jelenlegi 3 éves biztosításban felhalmozott összeget visszavásárolni, a befektetési egységhez kötött rendszeres díjas biztosítási termék esetében a díjak a díjfizetés tartam alatt végig érdemes fizetni, és a korai visszavásárlás pedig általában veszteség. Ugye sikerült valamennyire észrevenni. Végül a kezdeti befizetési garantáltan meg fog duplázódni, hát ez gondolom gyorsan rá lehet jönni, hogy egy igencsak téves információ volt, szó sincs duplázódásról. És akkor itt a másik dokumentumban egy 50%-os tulajdonosi részesedést szerez, ugye ez a befektetésben, hát 1/3 részesedést lehet szerezni az alaptőke arányában. Ez kiderült a szövegből. 500 ezer és 1000 forint névértékű törzsrészvényekről szól az anyag, hát 50 ezer darab részvény kibocsátása szükséges ehhez, és nem ennyi, hát egy pici számítással ezt le lehetett leplezni. Megfigyelőként jelen lehet a társaság közgyűlésén, írja ugye a dokumentum, mint felkínált lehetőséget, hát szavazhat a közgyűlésen, kérem szépen, nem az, hogy
jelen és megfigyelő, hanem egyenesen szavazhat. A társaság mindenmű kötelezettségét magánvagyonával felel, a társaság kötelezettségét csak a befektetési tőkeerejéig felel, kérlek szépen. Ez megint egy ilyen javítható dolog volt, és végül az így megszerzett információkat szabadon felhasználhatja bármely üzleti tevékenységet során. Hát ez üzleti titok, kérem szépen, nem véletlen, ugye a bankok azért, és a ilyen jellegű befektetők is vigyáznak ránk. Hát én nem tudom, Zsűrinek mennyire sikerült a gyanakoddal elboldogulnia, de mi megyünk azért tovább, és kérem szépen, ismerős vizekre fogunk elvezni, még két játékunk van, és aztán eldől a mai nagy harc. 4-ből 1. A feladatlapon ugye egy tételezéshez 4 változat van, kérdéshez kapcsolódó 4 válaszváltozat, de csak egy helyes. Ezt az egyet kell pontosan megjelölni. Mindig elmondom, ha javítasz, akkor nagyon pontosan lehessen látni, hogy mi a végeredmény, miben maradt a csapat, mert ezt tudja majd zsűri értékelni. És utána hát még egy játék van, hogy ígértem, egy igaz, hamis, ami, hát hogy mondjam, a hagyományaink szerint ezt a dörzsöltem zsűritagok tudják, volt, hogy megfordította az eredményt. Tehát még ott is tessék erőből bírni, az energiával bírni a teljesítményt. Megvan mindenkinél a feladatlap a 4-ből 1-hez, akkor rajta, és ehhez a gondolkodási időnk pedig 8 perc. Ennyit jelez már is az óránk. Ennyi időnk van a harangig. Kérem szépen, akkor a zsűrihez lehet fáradni a lapokkal. Én pedig elmondom a Gyanakodj című feladatnak az eredményét. Érdemes figyelni, mert lassan a hajrához érkezik a játékunk. A Gyanakodj című feladatot az egyes asztalunk oldotta meg legjobban, 16 pontot sikerült gyűjteni. A kettesnek ezúttal csak 12-t, a hármas asztalunk 15-öt, a négyes 14-et, és az ötös 12-t talált meg. Ugye, hát mi is van nekünk még hátra? A 4-ből 1-en lehet csinálni 30 pontot, ez már a zsűri dolgozik, és akkor még van egy játékunk, amit most itt el is kezdünk nyomban, ez az igaz-hamis. Ugye minden asztalnál lesz hamarosan egy, vagy van is, már nem még, egy I és egy H betű. Ezt már ismeritek, ezt a játékot, ha mondok bizonyos állításokat, és ha úgy érzitek, hogy ez nem helytálló, akkor a H betűt a hamis rövidítését emelni. Ha viszont igaznak véritek, akkor az I betűt kell majd feltartani. Itt vagyunk a hajrák hajrájában. Ha holtverseny lesz, akkor túlórázunk. Ez most nem népszerű gondolat. De addig innen nem megyünk haza, amíg el nem döntjük ezt a játékot. Figyelem! Tehát az EU költségvetése zárhat hiánnyal, miközben a tagállamoktól szigorú betartását várják el. Markold meg a választ. Épül, és tartsátok hosszan. Gratulálok, hamis bizony, mert nagyon szigorú jogszabály szabályozza. Eddig minden csapatunk megszerezte a 2 pontot ezzel. Újabb állításom van. Egyébként nem tudom, itt van-e még Halm Tamás, a EU-s igazi szakértőnk, aki ezeket a nagyszerű, bár körmönfont kérdéseket teszi fel. Tehát az, hogy az EU költségvetéséből a tagállamoknak juttatott támogatások felhasználását kizárólag az EU intézményei ellenőrizhetik. Föl. Hamis. Várja lassan. 2, 3, 5. A jó válasz. Annyira nincs így, hogy a tagállamoknak egyenesen jóvá kell hagyatniuk Brüsszellel azt az intézményi rendszert, amelyik az uniós pénzek felhasználásának ellenőrzését ott helyben végzi. Tehát van mindenkinek, de nem ilyen olyan partizán alapon, hogy azért be van közös előírás. Még mindig maradunk az uniónál, mert hiszen ma még sok nem volt belőle. Hát egy kis olasz válság, ugye, meg volt egy kis Brexit, de uniós dolog nem volt. Hát akkor jön még uniós néhány. Azt mondja, 3.
Az EU támogatások egy része sajnos nem hasznosul, ilyenkor a támogatásokat visszakövetelhetik a kedvezményezettől. Föl. Ez a pech. Mi? Már az igaz, mindenkinek jó, tehát a két pont jó, de bizony visszakövetelhetik. Hát nagyon reméljük, hogy erre sok példa velünk kapcsolatban nem lesz, bár van vitánk, hogy azt tudjuk. Négyes. Az EU az általad begyűjtött költségvetést jó részt a saját fenntartására fordítja. Föl. Hamis bizony. Várjátok, a négyes nem jó. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. Ha jó. Kérem szépen, annyi, igen, nem csodálom, hogy megtévedtetek, mert ilyen egy propagandában állandóan jön ez, hogy milyen rohadt drága ez az unió, meg hivatal van. Ham Tamás így sugott nekem. Összesen 6%-ot fordít erre, tehát szó sincs, hogy olyan hatalmas összeg lenne. Na, menjünk tovább. Az Európai Központi Bank elnöke Mario Draghi. Föl. Hát ez bizony igaz. 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös talán. A csodálatos Mário. 6-os. Az Európai Unió 2018-at is magában foglaló több éves pénzügyi kerettervének utolsó éve 2022. Föl. Hamis bizony. Köszönöm, mindenkinél jó, hiszen 2020 nem véletlenül emlékszik sokat, most gyorsan még érdemes ezeknek a pénzeknek helyet találni. 7-es. Az EU költségvetésének legnagyobb bevételi forrását az egyes tagországok lélekszámával arányos befizetések adják. Föl. Hamis ez. 1-es, 3-as, 4-es, 5-ös a jó. Kérem szépen, a nemzeti jövedelemmel arányos, tehát nem az, hogy hányan vannak. Ha gondolkodtatok, akkor erre azért lehet egy gyanakodni, csak már fárasztó, már esteledik. Mi? De már nem sok van, már csak 3-at mondok. A 8-as. Az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker, liechtensteini politikus. Föl. Hamis bizony, mert hogy ő... Luxemburg. Ugye, ezt a kicsi Luxemburgot annak idején a Montán Unióban úgy vették fel, jól emlékszem, hogy 8-9 diósgyőri vasgyár méretű üzeme volt. Szóval pici, de erős, ugye, mint a bors. Köszönöm, leteltitek. 9-es. Az Európán kívüli területek is tartozhatnak az eurozónához. Föl. Igaz bizony, és ezt is mindenki jól mondja, valóban tudtok rá példát, mert például a franciáknak vannak a tengeren túli megyei, ugye, Martinik meg hasonló helyek, és ott is bizony az van, sőt a portugáloknak az Azor és a Kanári-szigetek is, sőt Madeira is eurozónás. Azért kívánom, hogy menjetek el oda, az általában szép hely. Ez a Martinik is. Na, és az utolsó. Kicsit szomorú vagyok, hogy majd a végére értünk, elfáradtatok, még ezt bírjátok ki. 10-es állításom. Az úgynevezett 50. cikk szerint a tagság a kérelem benyújtása után 2 évvel szűnik meg. Ez a Brexit szabály esetében 2019. március 28. Föl. Igaz. 1-es, 2-es, 4-es talált itt. Hogy aztán sikerül-e addigra kilépni meg, hogyan, ez egy más kérdés. Az uniós szabályozás ezt mondta. És akkor ugye most már van 4-ből 1-es pont számunk is, mindjárt és lesz ez is. Az első, ez a milyen pénzügyi jellegzetesség igaz önkéntes nyugdíjpénztárra, 10 év után adómentesen felvehető. Milyen kategóriában nem lehet bevezetni részvényt budapesti tőzsdén? Optimum kategória nincsen, premium, standard meg T viszont van. Melyik banki termék szolgál arra, hogy egy kereskedelmi ügyletben keletkezett fizetési követelését a tulajdonosa eladja? Ez a factoring. Pár szóval előjött a játékunk során, legfeljebb nem ebben az összefüggésben. Melyik megállapítás igaz a referencia kamatra? Euróban meghatározott a helyes, és a többi az csak zavaró tényező volt. Mely autók leasingeléséhez lehet 1,5 millió forintos állami támogatást igényelni? Ez a plug-in és a hibrid és tisztán elektromos autókra lehet. Az eszközalapú finanszírozásról elmondható, hogy a finanszírozó tudatosan vállal kockázatot, mert jól ismeri az eszközök piacát. Ez a válasz volt a helyes. Az adószám az adóköteles tevékenységet folytató személyek azonosítására szolgáló 11 számjegyből álló számsor. Az adószám.
nem keverendő össze az azonosító jellel. De hát remélem, ezt senki nem keveri már el. 8-as a gazdasági társadalmak a vállalkozás vagyonából osztaléként fizetheti ki a szabad eredmény tartalékot, vagy annak egy részét. Látható. A 9-es volt, egy jegybank a devizapiacon hazai fiaszeszközt vásárol, akkor azt a hazai valuta árfolyamát erősíti vele. Végül pedig a 10. Magyarországon melyik áfa kulcs ismert az alábbiak közül? Hát az 5%-os áfa kulcs ilyen. És akkor már is mondom az igaz-hamis eredményét, és akkor már roppant izgalmas a 4-ből 1, amit mind ellenőriznek kollégáim. Hát kérem szépen, az igaz-hamis, tehát most abban a sorba ugrunk, mehetünk? Az egyes csapat 16 pontot szerzett, nektek is ez jött ki itt a nagy hadakozásban. A 2-es 18-at, a 3-as 18-at, a 4-es 16-ot és az 5-ös 18-at. Nagyon szépen szerepeltetek a 4-ből 1-ből. Az 1-es asztal 24 pontot gyűjtött, a 2-es is 24-et, a 3-as 27-et, a 4-es 21-et és az 5-ös 24-et. Nem túlórázunk. Taps! Tehát akkor kérem szépen, a mai játékunk végeredményében az 5-ös asztalunk Zalaegerszeg nyert. Most már utólag mondhatom, igen, hogy sejteni lehetett, mert ők az online fordulókban is igen jól szerepeltek már. Tehát azért ott már valami készült. Nagyon picivel. Hiszen összesen 4 ponttal a 2-es asztalunk a második Kecskemétről. ...196 pontos a harmadik asztalunk Tatabányáról. Negyedik helyezett 180 pontjával a pécsi 1-es asztal. És nagyon szépen szerepelt, hiszen sok hazai dolgot ők nem ismerett úgy, a Szatmár németi csapatunk a 174 pontos 4-es asztal. Kérem szépen, most egy kis szünet következik.